Ünnepélyes keretek között adták át a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény új, illetve megújult épületeit csütörtökön. Talán országosan is egyedülálló, hogy ezt az épületet az önkormányzat teljesen saját forrásból építette fel, hangzott el az ünnepi beszédekben. Ezen kívül még két ingatlanban volt energetikai beruházás is, illetve eszközbeszerzés. Felújításra került a betegszoba, egy új tálalókonyha került kialakításra, a szobák is felújításra kerültek, tehát ők ide fognak visszakerülni. Ahol most ők élnek átmenetileg, a mellettünk lévő épület, ez egy 4 szintes, 33 apartmanból álló intézmény, ami teljes mértékben az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés volt. Oda is várjuk majd a leendő lakókat. Mindennel együtt az építkezés, az energetikai felújítás, az eszközök beszerzése több mint 1 milliárdos beruházás. Az energetikai megújítást segítette pályázati forrással az állam. Ez pedig összefüggésbe hozható a baloldalról támadott rezsicsökkentéssel is, mondta a terület önkormányzati képviselője. Egyszerre van szükséges bizonyos krízishelyzetekben arra, hogy az állam hatósági eszközökkel beavatkozzon az állagba. A rezsicsökkentés magyar példája mutatja, hogy ez működni tud. Itt jegyzem meg, 19 európai ország ezt valamilyen módon, ezt a gyakorlatot átvette. Tehát más európai országok is ezt működőképesnek gondolják, ezt a rendszert. És persze emellett szükség van arra is, hogy zöld energiát, napenergiát és minden megújuló energiát hasznosítsunk az épületeink korszerűsítése során. Ez az, ami most megtörtént itt ebben a szociális intézményben is. Az apartman házzal korszerűsítésekkel egy régi elképzelése valósult meg a Mohácsi Szociális Intézménynek. Így létrejött egy idős védelmi centrum, amit már évek óta terveztek, hangzott el az átadón.